Egy 6 éves kisgyerek izomzatilag még nagyon az élete elején van, és egy nehéz iskolatáska komoly kihívást jelent neki, mondja a gerinc specialista orvos. Ezért nem mindegy, mekkora súlyt és miben kell cipelnie. A gyerekek testsúlyának maximum 10-15%-át jelentheti az iskolatáskának a súlya, mert ugye a gyerekek ugye úgy reagálnak a nehéz teherre, hogy ugye az iskola hátra-hátra, az iskolatáska hátra húzza, ezért ugye előrefele próbál hajolni. És innen is lehet felismerni egyébként, hogy mikor túlsúlyos az iskolatáska, hogy amikor a gyerek vagy a hátából hajol előre, vagy pedig teljesen medencéből hajol előre, akkor azt jelenti, hogy ez a táska, ez túl sok neki. A helyzetet rontja, ha aszimmetrikus terhelést kap, ami oldalra húzza el a gyereket. Ez a kényszertartás, amit ilyenkor felvesz, hosszú távon izomfájdalomhoz, a nyaki és a háti gerinc merevségéhez, fejfájáshoz vezet. Ha ilyesmiről panaszkodik, hogy fáj a hátam, fáj a nyakam, fáj a fejem, akkor erre mindig gondolni kell, mert hogy ezt az elején ezt nagyon egyszerűen meg lehet előzni, tehát hogy gyógytornásszal akár egyeztetve a nyaki izomzatnak a nyújtásával, a háti izomzatnak, mellkas izomzatnak a nyújtó gyakorlataival, illetve has meg hátizom erősítő gyakorlatokkal ezeket a dolgokat, ezeket a panaszokat, ezeket rögtön az elejétől kezel, tehát rögtön az elejétől foglalkozva vele, ezeket abszolút meg lehet előzni. Sokan keresik fel az ortopédiai rendelést, hogy gerincferdülést okozott az iskolatáska a gyereküknek, de ez tévhit, mondja a szakorvos. A gerincfejlődést ez biztos, hogy nem, viszont a későbbiekben akár hanyagtartást is például tud okozni a nehéz iskolatáska, hiszen hogyha a gyerek ugye állandóan előre hajolva megy, akkor azt jelenti, hogy hasizomból, belkasizomból, tehát abból dolgozik többet, a hátizmai emiatt nem fejlődnek annyira, és későbbiekben ugye iskolatáska hiányában a gyenge hátizmok, ez a típusosan hanyagtartásos problémákat azokat tudnak okozni. Viszont 9-10 éves korban szoktak a gerinc deformitások megjelenni, amit a hanyagtartástól nehezebb felismerni. Ezért kell szakrendelésre vinni az ilyen gyerekeket, hiszen a korán felismert deformitás könnyebben gyógyítható, mondja a gerinc specialista. Széles pántú hátitáska, ami maximum a csípő vonaláig lóg le, a hát és a táska között két ujjnyi rés a megengedett. Jó, ha van merevítés az iskolatáskában. Ez a megfelelő a gyerekeknek, a szakember szerint.